Van a bírósági gyakorlatban két kifejezés, a becsületsértés és a rágalmazás. A hétköznapi emberek nem is tudják, hogy mennyire könnyű ezt elkövetni. Egy munkahelyi vitából akár bírósági ügy is lehet a vége. A mai adásunkban erről fogunk beszélgetni Resán Dalmával. Kezdjük is azzal, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni, mi egy becsületsértés, ki az, aki becsületsértést követel? A büntető törvénykönyv több tényállása védi az emberi becsületet és az emberi méltóságot. Az a személy, aki mással szemben a munkakörével kapcsolatban, közmegbizatásával kapcsolatban, vagy közérdekű munkavégzésével kapcsolatban, illetve nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követel, becsületsértés miatt vonható felelősségre. Azért egy vita során sokszor előfordul mindenkivel, hogy olyan szavakat, olyan kifejezéseket használ a másikra, amit ha jobban átgondolja, inkább nem mondott volna. Mégis mi az a pont, amikor már bíróságra lehet menni egy ilyen üggyel? A becsületsértés, illetve a rágalmazás sem zárja ki azt, hogy megfogalmazzunk egy kritikát. Itt a jelentőség abban van, hogy hogyan fogalmazzuk ezt meg. Ha mindezt gúnyosan, lealacsonyító hangnemben, megalázó módon tesszük, akkor már megállapítható a felelősségünk. A becsületsértés és a rágalmazás elég közel áll egymáshoz. Az elhatárolást a törvény is előírja. Abban az esetben állapítható meg becsületsértés, ha a rágalmazás nem állapítható meg. Ez azt jelenti, hogy egy adott ügyben mindig azt kell először vizsgálni, hogy megállapítható-e rágalmazás. A rágalmazás akkor állapítható meg, hogyha mással szemben becsület csorbítására alkalmas tényt állít valaki, vagy ilyen tényre utal esetleg. Tehát itt fontos tisztázni azt, hogy egy tényállításról van szó, egy múltban, vagy egy jelenben bekövetkezett történetet ír le az elkövető. A becsületsértésnél viszont egy értékítéletet fejez ki. Amíg a rágalmazásnál az elkövető elmondja a történetet és hagyja, hogy az észlelő személy, az a más személy, aki ezt hallja, levonja ebből a következtetését, addig a becsületsértésnél már a saját értékítéletét fejezi ki. Egyszerű példa erre például, hogyha én azt mondom valakinek, hogy te lopsz abból a boltból, ahol dolgozol, akkor ez egy tényt állítottam, ez rágalmazás. Viszont ha azt mondom, hogy te tolvaj vagy, akkor az viszont egy értékítélet, tehát a becsületsértés állapítható meg. Mennyire kell, hogy ez valamilyen nyilvánosságot kapjon? Mindenképpen szükséges mindkét bűncselekménynél az, hogy más előtt történjen, vagy nagy nyilvánosság előtt történjen ez a tényállítás vagy kifejezés használata. A nagy nyilvánosság alatt értjük tipikusan például az internetes felületeken történő megosztást, ahol nagy lehető esélye van annak, hogy több személy, illetve nagy számú személyhez eljut ez az értékítélet. És a becsületsértésnek van egy olyan formája is, amikor már tetlegességig fajul ez a dolog, de nem a kifejezetten testi sértésre kell itt ugye gondolni. A jogszabály szankcionálja azt is, hogyha a becsületsértései tetlegesen kerül sor. Itt olyan cselekményekre kell gondolni, ami ugyanez a becsület csorbítására alkalmas módon megalázó stílusban egy gesztus, egy kézmozdulat, vagy esetleg egy meglökése, megalázó módon meglökése egy embernek, anélkül, hogy bekövetkezne testi sérülés, vagy tipikus példa erre, hogyha leköpnek valakit, akkor tetleges becsületsértést szoktunk megállapítani. És a becsületsértés, rágalmazás, egy másik hétköznapi eset, hogyha a gyermekelhelyezési pereknél kerül ez szóba, van ennek ott valamilyen szerepe? Hatósági eljárásoknál, vagy hatósági eljárásokban szokott előfordulni az, hogy például az egyik fél azt állítja a másikról, hogy nem megfelelően gondoskodik a gyerekekről, nem jók a körülmények, és akkor ezt a másik fél ilyen rágalmazó kifejezésnek, vagy tényállításnak éli meg. Ilyen esetekben viszont az a cél, hogy a hatósági eljárást lefolytassák, sokkal erősebb annál, hogy egy ilyen kifejezés miatt, vagy tényállítás miatt felelősségre lehessen vonni az elkövetőt, tehát ilyenkor a rágalmazást nem szoktuk megállapítani. És
És mennyire befolyásoló tényező az, hogyha a tényállításról kiderül, hogy hamis, vagy kiderül, hogy igaz? Mind a becsületsértésnél, mind pedig a rágalmazásnál lehetőséget ad a törvény arra, hogy bizonyítsuk az állított tény valóságát. Abban az esetben, hogyha ez sikerül, akkor nem vonható felelősségre főszabály szerint az elkövető. Van ennek egy másik külön szegmense, hogyha közszereplőről van szó. Nekik ugye más dolgokat kell így idézőjelben eltűrniük. Mi az a határ, ami után már ők is becsületsértés áldozatai lesznek? Ez a kritikai vélemény megállapítás ugye ez szabad. Tehát én nyugodtan mondhatok kritikát másra, ugyanígy a közszereplőkről is. Ők nekik egy kicsit többet kell tűrni, tehát a jogalkalmazó egy kicsit magasabb tűrési határt állapít meg velük szemben. A közszereplők hatással vannak a közéletre, alakítják, befolyásolják azt, ezért nekik többet el kell viselni. Ha valaki belenéz a jogszabályokban, akkor talál egy ilyen kulcsszót is, hogy magánindítvány. Ez mit akar? A becsületsértés és a rágalmazás csak magánindítványra büntetendő. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a hatóságok felelősségre vonják az elkövetőt, vagy elkezdjék az eljárás, ahhoz szükséges az, hogy a sértett, tehát akiről szó van, előterjeszte ezt a magánindítványt. Erre azonban semmiféle konkrét, kötelező, szigorú előírás nem fogalmaz meg a törvény, mert bármilyen olyan nyilatkozatát a sértetnek, amiben kifejezi azt, hogy ő kéri az elkövető felelősségre vonását, azt magánindítványnak kell tekinteni. Fontos azonban tudni, hogy magánindítvány előterjesztésére az elkövetéstől számított 30 napon belül van lehetőség. És mennyire életszerű az, hogy valaki egy becsületsértés miatt végül börtönbe kerül? Vagy milyen szankciókra számíthat azért általában? A jogszabály egy évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel rendeli büntetni ezeket a cselekményeket, azonban nem ez a legtipikusabb szankció, amit alkalmaz a bíróság, inkább intézkedést, próbára bocsájtást, vagy esetleg pénzbüntetést állapít meg. Köszönjük szépen az információkat! A tárgyalóterem következő részével jövő héten kedden várjuk Önöket.